Mennyei Atyánk, egy csodálatos sorozatnak újabb estén állunk meg Szent Színed előtt, vágyakozva arra, hogy újból meglássuk azt, aki jobb mindenkinél, a Te fiadat Jézust. Kérünk, hogy nyisd meg a mi szemeinket, a mi testi és lelki szemeinket egyaránt, hogy megismerjük, befogadjuk őt, és vele összekössük a mi sorsunkat. Megkérünk, hogy áld meg igédnek szólóját, áld meg mindazzal, amire szüksége van, hogy igédet erővel szólja, áldjál meg bennünket, hallgatónkat is, de leginkább azért kérünk, hogy ezen az estén a Te sátorod legyen közöttünk, hogy szeretetével a Te fiad magához kössön, és egykor majd mi is lehessünk veled, ahol újra Isten sátora majd az emberekkel lesz. Megköszönjük, hogy meghallgatsz. Jézus nevében kértünk. Amen. Az Úr Jézus nevében szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit, és áldott legyen a jó Isten, hogy együtt lehetünk ezen az estén. A mai alkalom egy kissé rendkívüli, ugyanis a gyerekek is szolgálni fognak, egész héten együtt voltak, tanultak, és ebből egy néhány éneket fognak bemutatni. Amíg leérkeznek és elfoglalják a helyüket, szeretnék bemutatni egy néhány könyvet röviden, amelyek tárgyalják azt a témát, amellyel egész héten foglalkoztunk. Először is White Helennek a Pátriárkák és Proféták című könyvét, nem egészében, de néhány fejezet foglalkozik ezekkel az ünnepekkel. Ez a könyv megvásárolható a szomszédban, a Sola Scriptura könyves boltban, mindenkinek nagy szeretettel ajánljuk. Szintén attól az írótól egy könyv, amelyet mindenki átvehet, minden kedves vendég átvehet ajándékba az előtérben lévő asztalról, a Nagy Küzdelem című könyv. Arra bátorítjuk a vendégeket, hogyha még nem vettek ezekből a könyvekből, akkor bátorkodjanak és vegyenek belőle, és kellemes olvasást is kívánunk hozzá. Egy következő könyv, amely megvásárolható a könyvesboltból, a Kereszt és Árnyéka. A Kereszt és Árnyéka című könyv, Stefan Heskelnek a könyve, egy nagyon-nagyon jó, szerintem a legjobb könyv ebben a témában, úgyhogy nagy szeretettel ajánlom ezt is. És még egyet mutatnék most be, pontosabban kettőt. Egy, amelyik jelenleg nincsen a könyvesboltban, az Ószövetségi Szentély és az Evangélium, de reméljük, hogy nem sokára majd újból lesz, és ezt is szeretettel ajánljuk, Millard Erikssonnak, Andreessennek a könyve. Végül egy utolsó könyv, amelyre fel lehet iratkozni ingyenesen, és el fogjuk juttatni majd a vendégeknek, Árnyék és Valóság. De közben megérkeztek a gyerekek, és nagy örömmel át is adjuk őnekik a szót. Gyerekek, vártunk titeket, mint egy falat kenyeret, és meghívunk, hogy foglaljátok el a helyeteket, és szépen énekeljetek.
Köszönjük szépen, gyerekek, az énekszolgálatot. Mi csak egy éneket tanultunk meg egész héten, ti meg nagyon sokat. Köszönjük szépen a tanítóknak a fáradtságot, és az Úré legyen a dicsőség. Szép estét kívánunk nektek! A nagyobb gyerekek részéről is egy kórusszolgálatot fogadjunk szeretettel. Nagy reménységet.
Jézus jobb, de a java még hátra van. Mert az ő jósága mindig tartogat még valamit, valami többet a holnapra. Ha az emberi javak elfogynak és megöregszenek, a Jézus jósága napról napra mint többet és többet tartogat az ember számára. Ahogy a kánai mennyegzőn, az, amit Jézus később ajánlt fel, még jobb volt, mint a korábbi, ugyanígy az, amit Jézus holnapra tartogat, szebb, mint az, amit mára fogadni nekünk. Éppen ezért reménnyel tekinthetünk a holnapra. Nem tudjuk, hogy mi jön, de tudjuk azt, hogy ki jön. És tudjuk azt, hogy az ő szeretete irányunkba. Minél többet befogad a mi szívünk, annál többet nyújt valamennyünk számára. Segítsen a mindenható Jóisten, hogy ezzel a tudattal legyünk ma este is együtt, és ebben a hitben lépjünk a holnapba is, hogy a java az még mindig hátra van. A mai együttlétünknek a címe Isten sátora az emberekkel. Egy kedves Bibliát ismerő vendégünk az este megjegyezte, hogy sejti, hogy miről van szó, és valóban arról az alkalomról, amikor Isten sátora majd újból csodálatosan az emberiséggel lesz, erről lesz szó ezen az estén. Megfigyelhettük azt, hogy az egész sátor szolgálat, ez a csodálatos, szép sátor, amely belülről tündökölt kifelé, mind felmutatott valakire, Jézus Krisztusnak a keresztjére, kereszt áldozatára is, mind arra, amit Jézus ezen keresztül meg tudott nyerni számunkra. Áttekintettük az ünnepeket, láttuk a bárányt, láttuk a főpapot, láttuk, ahogyan a legszentebb munkáját végzi Jézus ma az emberiségért. És áttekintettük gyakorlatilag a zsidó ünnepeket, ószövetségi zsidó ünnepeket, amelyekben mindegyikben megismerhettünk valamit Jézusról, és mindegyikben azt, hogy Jézus jobb. Egyetlen egy ünnep maradt még hátra, és pedig a sátoros ünnep. Láthattuk azt, hogy mindegyik ószövetségi ünnepnek megvan egy sajátos szépsége, de egy még szebb proféciai mondanivalója, amely Jézus Krisztusban teljesedik. Vajon a sátoros ünnep egy esemény csupán az Ószövetségből? Vagy egy profétikus ünnep volna? Erre segítsen az Úr, hogy ma este megértsük. Mózes 3. könyve 23. fejezetéből a 33. verstől, 34. verstől olvasok Istennek igéjét. Ugyanennek a hetedik hónapnak 15-én
a sátorok ünnepe legyen az Úrnak 7 napig. Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi robotamunkát ne végezzetek. 7 napon áldozzatok az Úrnak tűzáldozatot. A 8. napon pedig szent gyülekezésetek legyen, és újra tűzáldozattal áldozatok az Úrnak. Berekesztő ünnep ez. Semmi robotamunkát ne végezzetek azon. Ugyancsak a 7. hónap 15. napján, amikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek 7 napig. Az első napon nyugalom napja, a 8. napon is nyugalom napja legyen. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafágait, sűrű levelű lombját, a patak mellett való fűzgaljat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt 7 napig. Így ünnepeljétek meg az Úrnak ünnepét minden esztendőben 7 napig. Örökké való rendtartás legyen ez a ti nemzetségeteknél, a 7. hónapban ünnepeljétek azt. Sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorban lakjék Izraelben, hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földéről. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. A sátoros ünnep. Ahogy lejárt a nagy engesztelési nap, és minden zsidó azzal a tudattal távozott Jeruzsálemből, hogy a mindenható Isten eltörölte az ő vétkeit, az ő bűneit, hazamentek, és egy néhány napra rá, 5 napra rá a Jóisten újból visszahívta, összegyűjtötte a zsidóságot. A 7. hónap 15. napján újból ünnepük volt. Ez volt az utolsó ünnep az ünnepkörből. Ez volt az utolsó őszi ünnep. Azt mondta az írás, hogy berekesztő ünnep legyen, tehát jelzi azt, hogy ezzel befejezik az ószövetségi ünnepkörnek az ünnepkört, az ünnepi esztendőt. És van egy lényeges különbség a sátoros ünnep és a nagy engesztelés ünnep hangulatában. A nagy engesztelés ünnep a sanyargatásnak az ünnepe volt, az önsanyargatásnak az ünnepe, az önvizsgálatnak az ünnepe, a bőtnek az ünnepe. Ezzel szemben a sátoros ünnep az örömnek ünnepe. A zsidók feljegyzik azt, hogy ezen az ünnepen tilos volt, sőt, egész eddig az ünnepig, tehát a nagy engesztelési naptól a sátoros ünnepig tilos volt a bőjt. Ünnepre készültek ünnepi hangulatban, az egész zsidóság kötelező módon megjelent a férfiak a Jeruzsálemben, és ünnepre gyűltek össze. Tehát figyeljük meg ezt a hangulatváltást, hogy a nagy engesztelési nap a szomorúságnak az alkalma, az önvizsgálatnak, ezzel szemben a sátoros ünnep, az ünnepnek, az örömnek, a boldogságnak, a hálaadásnak az alkalma. Hát ha valakik tudtak és tudnak ünnepelni, akkor a zsidók mindenképpen tudnak. Mai napig is, hogyha megfigyeljük őket, hogy hogyan ünnepelnek, Jeruzsálemben volt alkalmam éppen a Hanuka ünnepét kifogni, hát a siratófal alatt nem hulladtak könnyeket azon a napon. Ők aztán ünnepeltek. És biztos vagyok, hogy az Ószövetségben is nagyon boldog hangulatban, ünnepi légkörben, örömben ülték meg ezeket az ünnepi alkalmakat. És mit ünnepeltek tulajdonképpen? Egyrészt örventek annak, hogy 5 nappal korábban a mindenható Isten ígéretét kapták, hogy megbocsáttattak az ő bűneik, és eltöröltettek azok. Egész felszabadult lélekkel jelentek meg a mindenható Isten előtt, mint akik tudják, hogy az Isten megszabadított, megbocsátott, eltörölte a bűnt, és valóban az az ember a legboldogabb, aki ezt tudja, hogy az Isten megbocsátott neki. És bárcsak adná mindenható Isten, hogy ezeken az estéken úgy ismertük volna meg őt, mint akik tudjuk az útat Jézushoz, és az örömöt megéljük a
bűntől való szabadulásnak az örömét. Tehát ez volt egyrészt, örültek a nagy engesztelési nap beteljesedésének, másrészt a bearatott, vagy pontosabban a betakarított termésért adtak hálát az Istennek. A betakarított termésért. Azok, akik városon vagyunk, vagy élünk, nem tudjuk pontosan ennek az örömét felfogni. De azok, akik esetleg falun nőttünk föl, vagy van alkalmunk, volt alkalmunk termelni, azok tudjuk, hogy mit jelent az, amikor az ember, ahogy a költő mondja, nézz szét Tipron földeden, mert mi az ősz, ha nem a győzelem? Tehát győzött, megnyerte a termés, kapott az Istentől termés. Micsoda öröm az ember életében, amikor a saját termékét begyűjti. És ennek az örömét ülték meg, nyilván, hogy az őszi betakarításnak az ünnepe ez, nem a búzának, a sokkal korábban learadták, akár csak felénk, ahogy az éghajlat ezt kéri, hanem főleg a szőlőnek volt a betakarítása, tehát a szüret, és az olajfa ligeteket takarították, az olajfa gyümölcsét takarították be, és az olaj szürete volt. Tehát learadták a szőlőt és az olajfa ligeteket. Rendelkezett a mindenható Isten arról, hogy mindenkinek juttathatok ezekből a termékekből. Tehát vittek hálából a mindenható Isten színe elé is, de kellett vigyázzanak arra, hogy a szegénynek, a lévitának, mindenkinek, aki rá volt utalva a szűkölködőnek, juttassanak ezekből a terményekből. És hét évente a nagy elengesztelés is a sátoros ünnepre esett. Az azt jelentette, hogyha egy zsidó zsidónak tartozott, csak 7 évig tartozhatott, a 7. esztendőben el kellett engedje az ő adósságát, és ezt is a sátoros ünnepen tették. Tehát a sátoros ünnep mindenki számára egy magával ragadó öröm ünnep volt. Ugyanakkor emlék ünnep is volt, hiszen emlékeztette őket a 40 esztendős pusztai vándorlásra, egyiptomi szabadulásuk és a honfoglalás közötti időszakra. Emlékeztek arra az időre, amikor 40 esztendőn keresztül a mindenható Isten karjaiban hordozta őket, mannát adott nekik, éjjel fényoszlopot, nappal felhővel takart el őket, az Isten a gondjukat viselte. 40 éven keresztül a pusztában vándoroltak. Különben emlékszünk, hogy miért kellett 40 éven keresztül vándoroljanak a pusztán keresztül? Gyakorlatilag az az út, amit meg kellett tenni ők Egyiptomtól egész az ígéret földjéig, Kanaánig, maximum egy 2 hónapos út lett volna. És 40 esztendőn keresztül járnak. Miért? Mert nem hiszik el, hogy a mindenható Isten erőt ad nekik, hogy legyőzzék az óriásokat, akik ott vannak a Kanaán földén, és azt mondja a mindenható, ha nem hiszitek, hát akkor itt fogtok a pusztában meghalni, de ilyen körülmények között is a mindenható gondjukat viselte, kenyeret adott nekik, hogy megismerjék az Istennek a szeretetét, és ne veszítsék el az eljövendő Kanaánt. És mivel, hogy akkor sátorban laktak 40 éven keresztül, ezért a sátoros ünnep alkalmával a mindenható azt mondta, hogy mindenki egy hétig, bármilyen csodálatos háza van, költözzön ki a házából, menjen fel Jeruzsálembe, pálmaágakat, mirtuszfaágakat, fűzfaágakat gyűjtsenek össze, és sátrakat készítsenek ezekből. És egy heten keresztül minden zsidó ilyen sátrakban lakott. Sátrakban laktak. Emlékeztek arra, hogy ők valamikor sátorban laktak, vándorok és jövevények voltak. Próbáljuk magunk előtt látni Jeruzsálemet tele sátrakkal. Az udvarokon, az utcákon,
a piac tereken. Sőt, Nehémiás könyve 9. fejezetében azt olvassuk, hogy még a templom udvarába is elkészítették ezeket a sátrakat, a templom udvaráig, az oltárig, és mindenki ezekben a sátrakban lakozott, és emlékezett arra, hogy az Isten vezette őket, az Isten gondjukat viselte, a mindenható megbocsátotta és eltörölte az ő bűneiket, megadta a kenyeret, mindazt, amire szükségük van, és hálát adtak ezért az Istennek. Hadd tegyen fel a kérdést, nem volna jó, hogyha mi is néha szerveznénk egy-egy ilyen sátoros ünnepet? Amikor hálát adjunk mindenért a mindenhatónak? Én azt mondom, hogy nagyon is. Egy-egy ilyen ünnepet, amikor hálát adunk a mindenhatónak, nagyon, nagyon volna, miért hálát adjunk az Istennek. Mi ennek az ünnepnek a jelentése? Tehát egy gyönyörű szép ünnep, láthattuk, hogy milyen szépen zajlott le, milyen jó hangulatban a zsidók között. Mi ennek az ünnepnek a jelentése, a jelentősége? Azt is tudjuk, hogy a zsoltárokat, a 111. zsoltártól egész a 118. zsoltárig ezen az ünnepen olvasták el, a nagyengesztelés, a sátoros ünnepen. Most ahhoz, hogy megértsük ennek a mondani valóját, a sátoros ünnep mondani valóját, meghívlak, hogy tekintsünk bele a 118. zsoltárban, a kulcs ott van benne. Tehát nem csak annyit kell nyilvánvalóan megértenünk belőle, hogy milyen szépen ünnepeltek a zsidók, ez is példaértékű, de hogy mi ennek a mondani valója a mai ember számára. Ha a húsvétnak megvan az új és az új szövetségi vonatkozása, a pünkösnek ugyanígy, a nagyengesztelési napnak úgy szintén, akkor mi a sátoros ünnepnek a mondani valója? Milyen profétai üzenettel bír? Olvassuk el a 118. zsoltárból a kivetített néhány verset. Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át engem a halálnak. Nyissátok meg nékem az igazság kapuit, hogy bemenjek azokon, és dicsérjem az Urat. Ez az Úrnak kapuja. Igazak mennek be azon. Magasztallak, hogy meghallgattál, és szabadítommá lettél. A kő, amelyet az építők megvetettek, a szegletkövévé lett. Az Úr rendelte. Örvendezzünk és vígadjunk ezen. Ó, Uram, segíts meg most! Ó, Uram, adj most jó előmenetelt! Áldott, aki ő az Úrnak nevében. Áldunk titeket az Úr házából valók, kik vagytok. Isten az Úr, ő világosított meg minket, kötelékkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. Ez volt az utolsó zsoltár, amit felolvastak ezen az ünnepen. Szeretném, hogy megragadjunk egy néhány gondolatot ebből. Azt mondja, hogy megostorozott az Úr. Aztán tovább. De nem adott át engem a halálnak. Szabadítom lett az Úr. A kő, amelyet az építők megvetettek, lett a szegletnek fejévé. És kötözzétek oda az áldozatot az oltárhoz. Minek a hangulatát, melyik ünnepnek a hangulatát idézi ez fel, hogy megostorozott az Úr, de nem adott át a halálnak? Hát nem a nagy engesztelési napnak? Amikor az Úr megsanyargatott, megpróbált, de nem adott át a halálnak. Egy olyan népnek ez a tapasztalata, aki próbán ment át, és magasztalja mindenható Istent, hogy nagy próbák között megsanyargatott az Úr, de nem adott át a halálnak. Feltörő öröm volt ez az ajkukon. Szabadítóm lett az Úr. És megjelenik ez a mondat, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, lett a szegletnek fejévé. Találkoztunk még ezzel a mondattal valahol? Jézusnak egyik példázatában, az evangéliumokban szó szerint találkozunk ezzel, és pedig olyan körülmények között, hogy Jézus elmond egy példázatot, hogy valaki
egy szép kertet, egy szőlőt ültetett, munkásokat fogadott, és egy idő után a szüret idején elküldött, hogy adjanak ő neki a tulajdonosnak a termésből. És egyeseket, akiket elküldtek, egyes küldötteket megvertek, másokat meggyaláztak, és végül elküldte a szőlős gazda az ő egyszülött fiát, és remélte, hogy őt megbecsülik. Amikor meglátták a szőlőmunkások ezt a fiút, akkor azt mondták, hogy verjük őt agyon, öljük meg, mert ha ezt megtesszük, akkor nem lesz ki örökölje a szőlőt, és akkor a miénk lesz. És Jézus, mikor ezt elmondja, nyilvánvaló volt, hogy a korabeli zsidóságnak mondja ezt el, akik megvetették a fiút. És utána idézi Jézus ezt a mondatot. A kő, amelyet az építők megvetettek, lett a szegletnek fejévé, és csodálatos ez előttünk. És Jézus ezzel magára vonatkozóan mond egy proféciát, hogy az a kő, amit megvetettek, akit félredobtak, az a kő válik az épületnek a fejévé, és mindenki látni fogja majd, hogy az a kő, amelyet félretettek, félredobtak, vagyis maga Jézus Krisztus lesz az épületnek a feje, lesz az épületnek a legnagyobb dísze. És hadd tegyem fel a kérdést. Látta ezt mostanig a Jézus ellensége, aki megvetette Jézust, hogy Jézus lett az épület fejévé? Látták Jézust feltámadni az ő ellenségei? Nem. Kik látták? Hát a barátai. 500-nak megjelent, de az ellenségei közül egynek sem. Tehát nem látták még mostanig azt, hogy akit megvetettek, az lett az épületnek a fejévé. Ez az esemény még ezután jön. Ezután következik az, amikor meg fogják látni, hogy Jézus lesz az épületnek a fejévé. Most milyen eseményre mutat előre ez a Zsoltár? Sőt, van még egy mondat, amit szeretném, hogy megragadjunk itt. Az utolsó mondat, kötelékkel kössétek az ünnepi áldozatot a Zsoltár szarvához, ez egy teljesen rosszul lefordított mondat. Teljesen rosszul lefordított mondat. Hiányzik ebből a mondatból az eredetiben egy szó, és pedig az áldozat. És ez a következő, hát én lefordítottam egy sajátos fordításban, de utána egy másik fordításból is utána néztem. Tehát a következőképpen kellene ezt az utolsó mondatot fordítani. Összefonott lombozattal ünnepeljetek az oltár szarváig. Tehát összefonott lombozattal ünnepeljetek egész az oltár szarváig. Az új protestáns fordítás meghagyja ezt a fordítást, amit fel van jegyezve, de a megjegyzésében javasol egy másik fordítást, és azt mondja, ágakkal kezetekben álljatok az ünnepi menetbe az oltár szarvához. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a mondat egyértelműen a sátoros ünnepről beszél. Arról az ünnepről, amikor egészen az oltár szarváig sátrakat építettek. Tehát a szabadulásnak a zsoltára egyrészt, másrészt a szabadulást előre vetíti, hogy azt a szabadulást jelzi, amikor a kő, amit megvetettek, a szegletkő fejévé válik, tehát Jézus Krisztus elnyeri a maga helyét, és a végén ismét jelzi azt, hogy egy ünnepi, pontosabban egy sátoros ünnepi zsoltár. Tehát ez a kulcsa. Ez a kulcsa a megértéshez, hogy mi a mondani valója a sátoros ünnepnek. Sátoros ünnep egy szabadulásról beszél, valamilyen szabadulást, amit megéltek Isten gyermekei, és Jézus Krisztusnak a megdicsőítéséről szól. Jézus Krisztusnak a megdicsőítéséről. A szabadulás ünnepe, amikor az a kő, amelyet megvetettek, a szegletnek fejévé lesz, és Isten népe bemegy a kapukon a városba. Milyen szabadulásról van itt szó? Milyen szabadulásról beszélhet itt? Emlékszünk, hogy az este
felvillantattuk azt a nagy küzdelmet, az utolsó nagy küzdelmet, amely ezen a földön zajlani fog. A Jelenések könyve 13. és 14. fejezetében az emberiség utolsó nagy küzdelmével találkozunk, de a legnagyobbal, amelyben valaha az ember részt vett. A Jelenések 13. fejezete két hatalomról beszél. Az egyik hatalom egy vallásos hatalom. Sőt, a legnagyobb vallásos hatalom, amely létezni fog Jézus eljövetele előtt. A másik hatalom egy politikai hatalom, egy karhatalom, katonai hatalom, a legnagyobb hatalom, amely létezni fog Jézus második eljövetele előtt. És ez a kettő, a legnagyobb vallásos és a legnagyobb politikai összefognak, és kiadnak egy rendeletet. És ez a rendelet, ez egy halálos rendelet lesz mindazokra nézve, akik nem hajolnak meg, és nem imádják azt az illető vallásos hatalmat, és annak a jelképét. Most ebben a kontextusban hangzik el a 14. fejezetben a hármas angyal üzenet. A három angyalnak az üzenete. Az első angyal azt mondja, hogy féld az Istent, és neki adj dicsőséget. Tehát Isten népének, miközben a világ így összefonódik, Isten népének van egy válasza, egy üzenete a világ számára, és azt mondja, hogy féld az Istent, és neki adj dicsőséget. Az Istené legyen mindenért a dicsőség, és mindenben. Megilleti Istent a dicsőség? Miért illeti meg Istent a dicsőség? Ember, mit van, amit nem kaptál? Hát életünk Istené. Időnk Istené. Az, hogy lehetőségünk van, hogy itt együtt legyünk, nem az Istennek csodálatos kegyelméből van. Hát nem őt kell megillessen mindenért a hála és a dicséret. Néha az ember úgy érzi, hogy ő valaki. Mit van ember, amit nem kaptál? Kevés ember, mivel kevékedel? Ha végig gondoljuk úgy az életünket, és úgy ahogy készültem az ige hirdetése életem, nagyobb mozzanatait úgy végig gondoltam, hogy fél lábbal a halálban születtem. Már majdnem be is írták az orvosi jegyzőkönyvben, hogy meghalt. A Jóistennek gondja volt és visszahozott, mert életet akart adni. 4 éves koromban napszúrást kaptam, és megdadogósodtam, hónapokon keresztül dadogtam. Hát valószínű, hogy nem állnék most itt előttetek olyan állapotban. Hát nem Isten az, aki az embernek ad hangot, aki ad az embernek képességeket? Hát nem ővé a dicsőség mindenért? 10 éves koromban kértem a mindenható Istent, hogy szabadítson meg attól a helyzettől, amiben akkor voltunk a családdal, és a mindenható Isten elhívott, és egy este meghívtak az imaházba, elmentem, és 11 éves koromban megszólította mindenható Isten, és attól kezdve elkezdtem járni az ő közösségébe, az ő népével. Nem a mindenható Istennek csodálatos kegyelme? És ugye az egész életet, hogyha végig gondolom. Sokszor voltak olyan pillanatok, amikor igenis a magyar zsoltár szava nagyon igaz volt, hogy hevertem megkötözve, bűnben megkötözve is, felém nyújtotta az Isten az irgalmas kezét, és felragyogtatta az ő hajnalát. Nem az Istennek csodálatos kegyelme? Hát nem teljesen észszerűtlen az, hogy az ember önmagát dicsőítse, vagy valaki más dicsőítsen? Akár lelkészt, vagy papot, vagy egyházi rendszereket? Akár önmagát dicsíti az ember? Akár a más embert, a legnagyobb vallásos méltóságot, akár a pápát. Méltatlan erre a dicsőítése az ember. Az Istené legyen a dicsőítés mindenért, és lesz egy nép, amely annyira megismeri az Úr Jézus Krisztusnak a szeretetét, a jóságát. Megismeri, hogy Jézus jobb, hogy mindenbe csak Jézus dicsőíti meg.
És ezzel ellentétesen a másik nagy világvallás rendszer, amik mindent a fonáján, mindent a visszáján tesz, a halandó ember dicsőíti, aki nem sokára porba száll, és ott lesz egy koporsóba, és a férgek rágják, azt dicsőíti. Hát nem teljesen méltatlan ez. És az, aki nem vállalja fel ennek a bizonyos vallásos rendszernek, összefonott vallásos rendszernek az imádatát, arra kiadják a halálos ítéletet. Ha valaki nem imádja a fenevadat, ha nem veszi fel a bélyegét kezére vagy homlokára, nem adhat, nem vehet, és halálos ítélettel sújtják. Ebben a nagy összefüggésben, ebben a nagy háborúban, amikor minden irányból az emberiségre rászakad a feszültség és a szenvedés, ebben a pillanatban, amikor Isten népét már készek elpusztítani, ebben a pillanatban, ekkor. És látám, írja János, és íme egy fehér felhő. Megjelenik valahol az égbolton egy fehér felhő. És a felhőn ül valaki hasonló az ember fiához. Fején aranykorona, és kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala, indítsd a sarlót és aras, mert a földnek aratnivalója megszáradt. Bocsáta azért az, aki a felhőn ül az ő sarlóját a földre, és learattaték a föld. És más angyal jöve ki a mennyből, a mennyei templomból, és annál vala az éles sarló. És kiállt a nagy szóval, bocsásd a te sarlódat, és szedd meg a föld szőlőjének gerezdjeit, mert megérett annak szőlője. Ebben a pillanatban, amikor Isten gyermekeit kész az ellenség elpusztítani, megjelenik a fehér felhő. És a fehér felhőn ül valaki, aki hasonló az Isten fiához, aki maga az Istennek fia. Amikor pattanásig feszülnek az ellentétek ezen a földön, feltekintünk és megláthatjuk az embernek fiát visszajönni erre a földre. És azt mondja János, hogy láttam, hogy sarló van a kezében. Milyen ünnepre jött a sarlóval? Megszedje a földnek gerezdjeit. Milyen ünnepre? A sátoros ünnepre érkezett, nem? Arra az ünnepre, amikor begyűjti Isten mindazokat, akik az övéi, begyűjti az ő tárházába. És mint jó gazda a pólyvát, a szemetet, a konkolyt összegyűjti, és megégeti azokat. És azt mondja, láttam, ahogy rálépett a szőlőre, és megtapotta azt, és a bor sajtó az Isten ítéletének a szenvedése és ennek a jelképe. Tehát figyeljük meg, ebben a képben is ugyanazt láthatjuk, hogy jött az embernek fia, jött a szabadító, jön az, aki megszabadítja az Istennek népét sarlóval a kezében, és ezzel a sarlóval tulajdonképpen learatja a földnek gerezdeit. Nyilvánvalóan, hogy egyesek számára ez a fájdalomnak a pillanata lesz. Kiáltva, hogy rejtsetek el annak színe elől, aki jön. Mások számára viszont az örömnek pillanata lesz. Hasonló öröm, sőt, összehasonlíthatatlanul nagyobb öröm, ahhoz mérve, amit megéltek a zsidók a sátoros ünnepen. Amikor látják, hogy az Isten begyűjti és hazaviszi azt, aki az övé. Begyűjti az ő gabonáját, és egy szemet sem hagy itt abból, ami az Istené volt. Hasonlóan találkozunk, még mielőtt tovább mennénk, tehát definiálnám, meghatároznám, hogy van egy aratás, egy őszi aratás
és ez pedig a betakarításnak az ünnepe, és a sátoros ünnep pontosan a világ végének a betakarítás ünnepét jelképezi. Tehát azt az ünnepet, amikor Jézus begyűjti a beérett gabonát. Ez a begyűjtés tulajdonképpen közvetlenül megelőzi a sátoros ünnepet. Tehát ahogy a zsidó sátoros ünnepben előbb volt a begyűjtés, és utána az igazi ünnep, hasonlóan ez a begyűjtés is megelőzi közvetlenül a sátoros ünnepet. Amikor megszabadítja Isten az ő népét, amikor begyűjti az ő népét, és azt mondja, hogy emeljétek fel kapukat, ti szárnyaitokat, hadd menjen be rajta a dicsőségnek királya, és magával viszi az ő megszentelt népét. Amikor látja mindenki azt, hogy a kő, amit megvetettek, az valóságosan Úr. Ő az uraknak ura és a királyoknak királya. Amikor sír az egész föld, amikor rátekint arra, akit átszegzett, és meglátják az Istennek fiát eljönni hatalommal és dicsőséggel. Ugyanezekkel a gondolatokkal találkozunk más helyen is a jelenések könyvében. Amikor azt írja Jézusról a 19. fejezetben, és látám, hogy az ég megnyílt, és egy fehér ló, és aki ül vala azon, hivatik hívnek és igaznak, és ő nyomja mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. Mit jelent ez a begyűjtetés az ószövetségi szimbólumból? Pontosan azt jelenti, hogy Isten összegyűjti az ő népét, és Pál apostol azt mondja a tesalonikai gyülekezetnek, hogy legyünk tekintettel az ő hozzá leendő egybegyűjtésünkre nézve. Tehát eljön az a pillanat, amikor egybegyűjti Isten az ő nyáját. A begyűjtetés, az őszi betakarítás. Elküldi az ő angyalait trombita szóval, és egybegyűjti az Istennek választottait. Sőt, maga elé gyűjti a népeket, elébe gyűjtetnek mind, és itt adatik a nagy kérdés, és sokszor felmerül, amikor azt írja a Biblia, hogy minden szem meglátja Jézust, amikor visszajön az egek felhőjén, akkor sokszor azt mondjuk, hogy hát, vagy hallottuk, hogy mondták esetleg egyesek, hogy hát hogy lehet, hogy mindenki meglátja, az is, aki a bolygónak egyik felén, és az is, aki a másik felén van, hogy láthatja meg őt. És az ige erre ilyen egyszerűen válaszol, és azt mondja, hogy Isten egybe gyűjti az embereket. Egybe gyűjti. És egy pillanatra mindenki feltekinthet, és láthatja az Úr Jézus Krisztust, aki visszajött, aki véget vet a szenvedésnek, aki véget vet ennek a földi nyomorúságnak, és aki elkezdi az ő népével az igazi sátoros ünnepet. Nos, ennek a jelképe, ennek az előképe a sátoros ünnep. Nyilvánvalóan a nagy kérdés az, hogy búzaként, pontosabban jómagként gyűjt be engem az Isten, vagy rosszmagként. Amikor megjelenik Jézus, akkor azt mondom, hogy íme az én Istenem, akit vártam, vagy azt fogom mondani a szikláknak, hogy rejtsetek el annak színe elől, aki jön. Vagy egy ének felteszi a kérdést, hogy testvérem, hol leszünk, vajon jobb oldalt, vagy bal oldalon? Hol leszünk, amikor Jézus visszatér? Tehát mit jelképezett ez a sátoros ünnep? Ez nem csak egy emlékünnep volt, hanem ez egy előkép volt. A megváltási terv célba érkezését jelezte. Jelezte azt az időt, amikor nem lesz többé bűn, és nem lesznek bűnösök. Jelzi azt az időt, amikor Isten minden bűnt megfog, és ráveti a bűn okozójára, sátára, úgy, ahogy a főpap is a nagy engesztelési napon az Azázel bakjára rávetette a népnek a bűnét, és azt a pusztába küldte el, hogy azt hordozza, azt szenvedjen a bűnökért, aki méltó arra, és ráveti Isten az Azázel bakjára az emberiségnek a bűnét. A zsidó nép számára pusztai tartózkodásnak volt ez az emléke. A földi termékek betakarításáért magasztalta Istent, az Egyiptomból való szabadulásért, a pusztai gondviselésért,
és a bűnök bocsánatáért. És a mai ember számára előre mutat a végső egybegyűjtésre, amikor Isten egybegyűjti az ő népét. Amikor örökre megszabadulunk az átok kötelékétől, és örvendezni fogunk kimondhatatlan örömmel mindazok, akiket Isten átvezethet az ő országába. Nagyon érdekes az, hogy több templomi pillanatban a zsidó nép életében, több kimagasló pillanat a templom történelmében a sátoros ünnepére esik. Például 1 Királyok 8. fejezete 2. és 65. versében azt látjuk, hogy Salamon, aki felváltotta a földi sátort egy dicsőséges templommal, tehát Salamon templomot épített, és a földi, a mozgatható sátorból a tárgyakat bevitte az új templomba. Tudjuk, hogy milyen ünnep kapcsán tette ezt? A sátoros ünnep kapcsán. Tehát lejárt az egyhetes sátoros ünnep a 7. hónapban, és utána még egy hétig templom szentelés ünnepre visszatartja a gyülekezetet, hogy ünnepeljék meg és szenteljék fel az új templomot. A sátoros ünnep alkalmával történik az új templomnak a felavatása. Következő pillanat. Ismerjük azt, hogy Dániel az ő társaival a babiloni fogságban volt, de nem sokáig, nem örökre, hanem 70 évig volt csak Isten népe a babiloni fogságban, és 70 év után visszatértek Jeruzsálembe, és Esdrás és Nehémiás idejében találkozunk azzal a történelmi képpel, Nehémiás könyve 8. 9. fejezetében, amikor a lerombolt templomot újraépítették, a kapukat is, a kerítéseket, a piacteret, tehát mindent helyreállítottak, és a sátoros ünnepe volt az első ünnep, amit megünnepeltek. Itt is, amikor a templom egy új rendeltetést kap, egy új felszentelést kap, a templomos, a sátoros ünnepen történik. És az ige azt mondja, hogy miután Jézus megjelenik, miután helyreállít mindent ezen a földön, miután Isten népe 1000 évet a mennyben, utána pedig a helyreállított földön találja meg a végső otthonát, mikor már nem lesz bűn, és nem lesznek bűnösök, amikor a betegség és a könny örökre elmúlik, amikor mindenki üdén, fiatalon, egészségesen és boldogan élhet egy örökkévalóságon át, akkor megjelenik ez az íge, hogy Isten sátora az emberekkel van. Tehát amikor maga Jézus, a bárány lesz a sátor az új földön és a templom, akkor arra vagyunk figyelmesek, hogy újból a sátoros ünnep kapcsán történik ez meg, tehát egy új sátrat, egy új templomot, Jézus Krisztust, az Isten örökkévaló templomát helyezi el Isten az ő népe közé. Aki itt sátorozott valamikor ezen a földön, Jézus Krisztus, az ő sátorát felvonta az emberek között. Ez a föld, ahol az Istennek fiát meggyalázták, leköbdösték, keresztre feszítették, meggyalázták. Ez a föld válik a világ mindenség központjává. És ez lesz az a hely, ahonnan énekelni fogják egy örökkévalóságon át azt, hogy az Isten sátora az emberekkel van. Isten lesz az ő pásztoruk, ők pedig lesznek ő neki a népe. Ez a föld, a megdicsőült föld, és itt majd Isten sátora az ő népével lakozik. Kedves gyülekezet, lassan végéhez közeledünk ennek az előadássorozatnak. És gondoljuk meg azt, hogy a zsidók kaptak egy ilyen csodálatos úti kalauzt, az ószövetségi szertartás rendszeren
keresztül, amely Jézushoz kellett volna vezesse őket, és nem vezetett célba. Pedig ez a rendszer, ez maga az evangélium volt, és ezáltal Krisztust ismerhették meg jobban, és Jézusnak különleges tulajdonságait hozta felszínre ez az egész szertartás rendszer, amiből valami keveset értettek meg. A Biblia a maga teljességében sokkal érthetőbb, hogyha az ember ezeket a szimbólumokat újra kézbe veszi, újra végig tanulmányozza, és ezekből megláthatjuk azt, hogy Jézus jobb, Jézus csodálatos. Azt mondja a Biblia ezekről, hogy ez árnyék. Emlékszünk, hogy mi történt, amikor Péter végigment valahol. Péternek még az árnyéka is meggyógyította azokat, akik végigmentek. Hát még a Krisztusnak árnyéka. Ha ezek a Krisztusnak árnyékai, milyen csodálatos gyógyulást akart Isten már akkor az ő népének adni, és ma is, hogy megértsük ezekből a szertartásokból az Istennek tervét és az Istennek célját az emberrel. Amikor Isten népe hazaérkezik, a nagy küzdelem véget ér, nem lesz többé bűn, és nem lesznek bűnösök. Az egész világ mindenség megtisztul. Élők és élettelenek. A legparányibb atomtól, a legnagyobb csillagig. Dicsőítik azt, akitől árad az élet, az öröm és a boldogság. És a legtökéletesebb harmóniában zeng örökké valóságokon át az ének, amelyet élők és élettelenek énekelnek majd, hogy az Isten a szeretet. Hogy Jézus Krisztus a királyoknak királya, és az uraknak ura. És az ő oltalma alatt védelmet kap Isten megváltott népe. És akkor majd, akik itt megtanultuk dicsőíteni őt, el tudjuk mondani teljes szívünkből azt, hogy mert övé a hatalom, a dicsőség most és mindörökké. Amen.
le sem tudom írni az ott látott fenséges dolgokat. Bárcsak beszélhetnék Kánaán nyelvén, akkor tökéletesebb képet tudnék adni a ma jobb világ dicsőségéről. Láttam ott kőasztalokat, amelyekbe aranybetűkkel volt bevésve a 144 ezer neve. Miután már szemléltük a templom dicsőségét, kiléptünk onnan, Jézus elhagyott minket, s a városba ment. Majd nem sokára újra felhangzott nyájas szava. Jöjjetek én népem, ti, kik nagy nyomorúságból jöttetek, teljesítettétek akaratomat, szenvedtetek érettem, jöjjetek a vacsorához, én felövezem magam, és szolgállak titeket. Mi ismét kiáltottuk, halleluja, dicsőség az Úrnak, s beléptünk a városba. Ott láttam egy tiszta ezüstből készült, több mérföldnyi hosszúságú asztalt, amelyet szemeink azért mégis áttekinthettek. Ott láttam az élet fájának gyümölcseit. Mannát, mandulát, fügét, gránátalmát, szőlőt, és még sok más gyümölcsöt. Ezután egy angyal gyengéden alávitt a sötét világba. Sokszor úgy érzem, hogy nem maradhatok tovább ebben a világban, amelyben minden olyan szomorú. Oly elhagyatottnak érzem itt magam, mert már egy jobb országot láttam. Bárcsak szárnyaim lennének, hogy mint galamb repülhetnék, s bemehetnék a nyugodalomba. Ma este alkalommal a Jézus Jobb című előadásunk sorozata a végéhez érkezett. Véget ért egy út, és ezért meg szeretném köszönni mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez az úthoz, hogy ez sikeresen legyen. Azoknak, akik foglalkoztak a gyerekekkel, a technikusoknak, a különböző szolgálattevőknek, a zenekaroknak, a kórusoknak, a szólistáknak, azoknak, akik közbejárultak és segítkeztek az asztalozások megrendezésében, és nem utolsó sorban Filip Lukács István lelkipásztornak, gyülekezetünk lelkészének, aki időt és energiát fektetett be ahhoz, hogy megossza velünk Istennek igéjét.
Minnyájuk számára felszeretném olvasni a 37. Zsoltár 4-től 6-ig terjedő verseit. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Lehet vendégeink megkérdik, hogy hogyan tovább, mik a következő lépések. Két különböző lehetőséget kínálunk fel számukra, ha szeretnék, mind a kettőn részt vehetnek. Az egyik, a kiáratnál átvehetünk egy bejelentkezési lapot. A Sola Scriptura ingyenes tanfolyamokat kínál, lelkitéren, bibliaolvasás terén, egészség, illetve család terén. Vegyünk ezekből a lapokból, és ha érdekeltek vagyunk, töltsük ki őket, és ingyen megkapjuk a tananyagot, és részt vehetünk ezeken a tanfolyamokon. Egy másik lehetőség, kedd este 6 órától szeretettel meghívunk mindenkit egy biblia tanulmányozási beszélgetési körre, amely minden este 6 órától zajlik itt gyülekezetünkben, amelynek jelenleg a témája Sámuel prófétának első könyve. Akik érdekeltek ebben, illetve más kérdésekkel szeretnének feltenni, szeretettel várjuk kedd este 6 órától. Ma esti alkalmunk befejezésére énekelni fogjuk énekeskönyvünk 146-os számú énekét. Ragyog jobb honunk a távolból. Ének után imádkozunk, majd meghallgatunk még egy kórusszámot, és Isten kegyelmével távozunk.
Mennyei jó atyánk, magasztalunk téged azért, hogy ezeken az estéken megnyitottad az ige által, a Szentlélek által a mi szemünket, a szemünk előtt a mennyet, hogy láthassuk, hogy az Úr Jézus Krisztus, a mi nagyobbik testvérünk, az Istennek fia, ott ül az Atya Istennek jobbján. Magasztalunk tégedet, Úr Jézus Krisztusunk, azért, amit megszereztél számunkra, testet öltésed, életed, szenvedésed, halálod által és közben járásod által. Köszönjük, Urunk, hogy azért nyitottad meg a mi szemeinket, hogy mostantól még inkább nyitott szemekkel járjunk, és lássuk a mennyet. És életünk nehéz pillanataiban egyenesen hozzád jöjjünk, aki élő útat nyitottál számunkra, hogy oltalmat találjunk és menedéket te nálad. Segíts, Úr Jézus Krisztusunk, hogy ezt az útat, amelyet bemutattad számunkra, naponta járjuk, mindaddig, ameddig egyre inkább a mi életünk a mennyei szentélyben való életté válik át. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy lehetőséget adtál békességes körülmények között ezekre az alkalmakra. Köszönjük a te ígédet, köszönjük a szolgálatokat, köszönjük a fizikai és lelki erőt, amellyel megajándékoztál bennünket. Köszönjük, Urunk, az érdeklődést, amelyet ébresztettél emberek szívébe, akár halk szelíd hanggal, akár az élet nehézségeivel, ha megszólítottál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy idehoztál, mert hova mehetnénk máshova? Hisz örök életnek beszéde van te nálad, és mi megismertük és elhittük. Segíts, Úr Jézus Krisztusunk, hogy ebben a hitben éljük a mi életünket. És úgy, ahogy a hithősök lemondtak e világ ideig, óráig való gyönyörűségéről, mert a jobbra, a megjutalmazásra tekintettek. Segíts bennünket is feltekintenünk az örökké való hajlékra, az örökké való együttlétre te veled. Várjuk, Urunk, a pillanatot, amikor téged, akit még nem láttunk, de szeretünk, meg fogunk látni úgy, amint vagy, és örvendezni fogunk majd te néked kimondhatatlan örömmel. Segíts, mindenható Istenünk, hogy jöjjön el minél hamarabb az a nap, és készen találjon valamennyiünket. Kegyelmed által hálát mondunk te néked mindenért. Amen.
Oh,